Az idei évben is több celldömölki érintettségű van a kitüntetettek sorában, őket Fehér László polgármester, Hentz Kornél alpolgármester és Farkas Gábor jegyző személyesen is köszöntötte, gratulálva elismerésükhöz. Vas megye szolgálatáért közigazgatási tagozata elismerésben részesült Giordanné Holpert Gabriella, a celldömölki közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, iktató irattáros. Közvetlen barátságos személyisége révén kollégáival kiváló kapcsolatot alakított ki, munkája során precíz és pontos, ezzel nagymértékben hozzájárul a hivatali ügymenet szabályszerű és törvényes működéséhez. Nagyon nagy elismerést jelent, úgyhogy nagyon örültem neki, mert nem számítottam rá, hogy ennyire megbecsülték a munkámat ezzel. Szeretném megköszönni a polgármester úrnak, hogy munkám elismeréséül felterjesztett a kitüntetésre és a jegyző úrnak. A munkatársaknak velem való munkát, segítséget és a hozzáállásukat. Továbbá a családomnak, hogy ők is segítettek a mindennapi életben. Szintén Vas megye szolgálatáért közigazgatási tagozata elismerésben részesült Horváth Melinda, a Vas megyei önkormányzati hivatal vezetői kabinet csoportvezetője. Munkája során sikeresen járul hozzá a különféle vasmegyei projektek fejlesztéséhez, tervezéséhez és megvalósításához. Szakmai munkájával, kitartásával, teherbíró képességével és segítőkészségével kivívta mind a hivatal vezetői és munkatársai, mind a projektekben résztvevő partnerek megbecsülését és elismerését. A megyei önkormányzati hivatalnál mindig figyeltük, hogy melyik kollega fog elismerésben részesülni. Az most ezzel a járványhelyzettel így valahogy elveszett, vagy legalábbis nálam veszett el, hiszen rengeteg olyan napi feladatunk van, amit a járvány felülír, újra kell terveznünk, újra kell programoznunk, és a március 15-e kapcsán is voltak egyéb feladataim a projekteken kívül, úgyhogy erre nem fókuszáltam, ez igazán meglepetés volt, és nagyon jól esett. Vas megye szolgálatáért oktatási tagozata elismerésben részesült Nagyné Horváth Mária, a celldömölki városi általános iskola igazgatóhelyettese, aki immár 4 évtizede dolgozik az intézményben. Nevelő-oktató munkája során legfőbb célja volt motiválni tanítványait és minél érdekesebbé tenni oktatott tárgyait, a matematikát, kémiát és informatikát. Határozott és következetes pedagógus, aki oktató, nevelő munkáját a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezi. Közel 20 éve az iskola intézmény vezető helyetteseként szervezi és vezeti az intézményi munkát. Elég hosszú ez a 40 év. Mondjuk abból körülbelül a felét, mint vezető, tehát igazgató helyettesként töltöttem, és azért itt volt elég sok olyan esemény a celldömölkön az intézmények körül, amiben azért elég tevékenyen részt vettem. Gondolok itt az iskola összevonások, felújítások, a mostani felújítási program, ami zajlik az iskolában, azért elég sokféle tevékenységben részt vettem. Én úgy gondolom, hogy inkább ez a része lehetett az, ami talán a nagyobb volt alatban. Vas megye szolgálatáért kulturális tagozata elismerésben részesült Bejcziné Németh Tünde, az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola zongoratanára, korrepetítora. Zenetanárként és korrepetítorként számtalan tanítványt segített zenei pályáján, versenyein, fellépésein. Az évek során nagyon sok produkció részese volt. Zongorán kísért kórusokat, hangszeres művészeket, az operaház énekművészeit szerepléseik során. A szakmai teljesség elérése érdekében folyamatosan képezi, fejleszti magát. A mostani kitüntetésnek is az a legnagyobb hozadéka számomra, hogy annyi kedves és szeretetteli üzenetet kapok az emberektől, tanítványok szüleitől, régi tanítványoktól, kollégáktól, hogy ez nekem nagyon megható. Szintén Vas megye szolgálatáért kulturális tagozata elismerésben részesült Bruckner Roland, a Soltis Lajos Színház társulatának tagja. Diákszínjátszóként már 15 éves korától játszott a társulat előadásaiban, mára országszerte ismert vezető színész, sőt határainkon túl is több ezer magyar ember ismeri. Vendégszínészként több társulatnál is játszott már.
magyarországi nemzeti és nemzetközi fesztiválok többször díjazott színésze. Mindenféle dologgal tevékenykedem. Hát mindent egyébként, tehát hogy a színészettől elkezdve a technikai dolgokon keresztül a vezetésig mindent. Tehát, hogy nincs, amit ne szeretnék csinálni. A rengeteg előadás, amiben játszottam, gondolom legfőképpen ez segített hozzá. Vas megye szolgálatáért sporttagozata elismerésben részesült Kazári József, a Celdömölki Városi Általános Iskola testnevelő tanára, kézilabda és labdarúgó edző. Az iskolai sport mellett folyamatosan részt vesz a Városi Labdarúgó Egyesület utánpótlás nevelésében. Olyan fontos események, rendezvények létrehozása fűződik a nevéhez, mint a több évtizedes múltra visszatekintő sítáborok létrehozása, a regionális labdarúgó kupák szervezése, az évenként ismétlődő sportnapok lebonyolítása. Megmondom őszintén, nem vagyok az a kitüntetős fajta, akit úgy nagyon ki szoktak tüntetni. Ebben részben menedzselési gondok is vannak, de az eredmények alapján, ha nem is most, de így a nyugdíj felé azt hiszem, talán úgy veszem, hogy az eddigi pályámnak egy kicsit az elismerése. És nagyon örültem neki természetesen. Vas megye szolgálatáért közbiztonsági tagozata elismerésben részesült Kocsis Péter, a Celdömölki Önkormányzati Tűzoltóság tűzoltó parancsnoka. Csaknem egy évtizedes parancsnoki vezetése alatt az egység tagjai nagy gyakorlatra tettek szert a személymentés mellett, a közúton, vasúton szállított veszélyes anyagok szivárgásának kezelésében, a mezőgazdasági tüzek oltásában. Hivatástudata kiemelkedő, magas szintű szakértelemmel látja el feladatát. Aki csak dolgozik a mindennapokban, teszi a dolgát, aznak nagyon távol állnak azok a gondolatok, hogy esetleg a munkáját elismerik. Mi az elismerést egyébként nagyon gyakran megkapjuk az állampolgárok részéről, akkor, amikor valakinek segítünk. Néha egy köszönöm, néha egy könnyes szem, néha egy válveregetés, és ez gyakran visszatérő momentum. Az, hogy ilyen szinten ismerik el az ember munkáját, természetesen az is egyfajta elismerés, de mi ezt gyakran átéljük, és ez mindig jól esik. A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas megye közgyűlése elnökének emlékérme elismerésben részesült Anton Gzelman, a Vevalka Kft. Tulajdonos ügyvezetője, a Vevalka Kft. Több mint másfél évtizedes eredményes működése érdekében végzett kiemelkedő vezetői munkájáért. Szintén Vas megye közgyűlése elnökének emlékérme elismerést vehetett át Danka Imre, növénytermesztő üzemmérnök, borász, a Sághegyalja mezőgazdasági ZRT nyugalmazott részlegvezetője, több mint négy évtizedes növénytermesztő üzemmérnökként végzett eredményes munkájáért, a sághegyi és kissomjói borászközösség szolgálatáért, a Sághegy turisztikai és borászati fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért. Úgy érzem, hogy köszönet jár ezért a kitüntetésért azoknak az embereknek, akik ebben közreműködtek, a város vezetői, polgárai, és természetesen a Vas megye közgyűlésnek a személyei, akik az én munkámat, közel 40 éves munkámat ezzel a kitüntetéssel elismerték. Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült, több évtizede elhivatottan végzett gyógyító munkája elismeréseként dr. Krizmanics Mária, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celdömölki Kórháza krónikus belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa. Ugye kezdetben még aktív osztály voltunk sürgősségi ellátással, majd krónikussal alakultunk át. A krónikus osztálynak való átalakulása azért az megint új kihívásokat tett részint az orvosok, a középkáderek új kihívásokkal kellett szembenézni, idős betegek ápolásáról van szó. A részben a leamortizálódtak már az eszközeink, az ápolási eszközök, ezt viszont meg az alapítványnak köszönhetően nagyon szépen sikerült a kórház, vagy az osztályunk működését úgy biztosítani, hogy garantáltan az idős, az elesett állapotú betegeket is jó szakmai színvonalon tudjuk ellátni. EKG-kat többet, vérnyomásmérőket, betegőrző monitort, és a legnagyobb dolog az ultrahang
készülék az echokardiográfiához, terheléses rendszer, jó minőségű EKG-kkal dolgozunk, és ezt mind az alapítványnak köszönhetük. Sőt, a belgyógyászati szakrendelésnek megint úgy tudom, hogy támogatást fogunk kapni az EKG, új EKG megvásárlására.